Miután az óbecseiek körében nagy érdeklődést váltott ki az egészséges táplálkozásról szóló februárban megtartott Daniela Tepsát táplálkozási szakértő dietetikus által vezetett műhelymunka, az ifjúsági iroda úgy döntött, hogy rendszeressé teszi az ilyen jellegű műhelyeket, amelyeket ezentúl havonta egyszer megszerveznek majd. A múlt csütörtökön rendezték meg a sorozat első rendezvényét, amelyen a jelenlevők mindent megtudhattak Daniellától a vegán táplálkozásról, valamint meg is kóstolhatták a cézár salátát és az állati eredetű összetevők nélkül készült fehérje szeleteket. Tekintettel arra, hogy a tanulmányok bebizonyították, hogy minél több növényi eredetű táplálékot fogyasztunk, annál egészségesebbek vagyunk, így ezek a műhelymunkák minden ember számára fontosak lehetnek, úgy a fiatalok, mint az idősebbek számára. Soha sincs késő új szokásokat bevezetni az életünkbe, azaz az életmódváltásra. Örülök annak, hogy több idősebb személy is jelen volt, többek között a nagymamám is, aki díszvendégként volt jelen, és tudom azt, hogy már holnap kipróbálja valamelyik receptemet. A műhelymunkákon a polgárok új recepteket tanulhatnak meg, és választ kaphatnak az egészséges táplálkozással kapcsolatos kérdéseikre. De Iva Kekics, az ifjúsági iroda munkatársa szerint szórakozásra is alkalmasak. Ezeket a műhelymunkákat nem azzal a céllal szervezzük, hogy népszerűsítsük a vegán táplálkozást, hanem elsősorban szórakozás szempontjából, és azért, hogy lehetőséget nyújtsunk az embereknek arra, hogy új recepteket halljanak és próbáljanak ki, valamint, hogy bebizonyítsuk, hogy a vegán táplálék nem íztelen és nem egyhangú. A következő műhelymunka szeptember végén kerül megrendezésre, tekintettel arra, hogy nagy az érdeklődés és a helyek száma korlátozott. Jovana Vukas, az ifjúsági iroda munkatársa arra kér mindenkit, aki szeretne részt venni a workshopon, hogy időben jelentkezzen e-mailben vagy az iroda Facebook oldalán. Megválasztották az Óbecse Szent Tamás Község Labdarúgó Szövetségének új vezetőségét rendes választási közgyűlés keretében a múlt csütörtökön. A következő 4 évben az elnöki posztot Nemanja Perendics tölti be, aki kiemelte, hogy az egyöntetű bizalom, amit megszavaztak neki, nagy megtiszteltetés, de egyben kötelezettség is. Az újonnan megválasztott régi végrehajtó bizottsággal és mindazokkal az emberekkel, akik mellettem vannak, remélem, hogy folytatni tudjuk a már kitapasztalt ösvényen a munkát, és hogy a Szent Tamás Óbecse Község Labdarúgó Szövetségnek lesz mivel büszkélkednie. Mi arra fogunk törekedni, hogy a futball tovább fejlődjön és előre haladjon. Perendics hangsúlyozta, hogy a Labdarúgó Szövetség minden klub szolgálatában áll, és mindent megtesz, hogy segítse őket, tekintettel arra, hogy mindegyikük nehéz anyagi helyzetben van.